Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit így a két ünnep között, folytatjuk a Mafia 2-es végijátszást. Ott tartottunk jelenleg, hogy szét kellett lőnünk egy kocsmát, és innen indulunk tovább. Legutóbb itt egy crash-sel találkoztunk, reméljük most már nem crash-el be a játék többször. És követjük Steve-et, aki derek embere. Na és itt mi lesz, srácok? Mindenki baseball ütővel. Szépen bekopogunk. Hey, how'd you get in here? Szevasz. Follow the fucking yellow brick road. Na itt egy gyönyörű. Next. You fuckers are dead. Joe, watch out! Thanks, kid. Shit, they got guns. Let them have it. Na innentől kezdve viszont igen. Back me up, Vito. I won't want to get on your bad side. Don't be so gentle, boys. Hey, ass. Try not to die. Vigyázzál, ne, hogy téged találjálak el. Kidugta a buksit. Vérzett a fiú. Átvegyük ki másik fedezékbe. Joe, meg vagy még király? Úgy, úgy. Van még egy. Szétlőtte a saját fedezékét? Ott mit lősz, haver? Ja, hogy még fogtok jönni, értem. Gyere ki még egyszer. Nem akar kijönni. Bár mozgolódik. Nem baj, meglátogatjuk közelebbről. Ű, ez lehet, hogy fölrobban. Nem akartam megkockáztatni. Joe, őt nem bántjuk. Kaptam egy nagyobb szemből. Ó, hogy innen is. Hú, de béna vagyok. Hogy dögöljél meg, majdnem megöltél, hülye gyerek. Á, hogy ott is van. Püff. Szevasz. Ő megvan. Őhozzá egy kicsit közelebb kéne menni. Ő az én... Ó, jött nekik még. Te már nem élsz, király. Ott felrobbant az a kocsi, gyönyörű. Van még tőletek valaki? Ó, van még.
Hogy arra kéne menjünk hátra. Nem baj ez a roncs ez. Ó, itt egy hamburger! Azonnal megeszem. Bőven ráér. Ez itt mi ez? M1 garant. Wow. Nem jönnek elő. Te Joe vagy. Én fedezékbe. Persze, gyerek. Szépen haladunk fedezékről fedezékre, de... Aha, előjöttetek. Jön egy moli. Hiha. Itt azért vagytok páran. Te velem vagy? Te viszont nem. De jó, hogy elém jöttök, nehogy véletlen telibe lőjelek titeket. Lehet, hogy egy kicsit váltunk pisztolyra vissza. Oh-oh. Jó lesz a délgarand. Ennél kiébb nem lehet jönni. Meglátogatjuk innen. Itt is lesznek a sínen. Valahol. Aha, megjelent. Hogyha én nem találtam el? Lából lövöm, egyszer előjön. Itt van még egy közel valahol. Olyannyira közel, hogy itt. Joe, nagyon bementél oda. Hoppá! Meglepett. Kifogytam. Vonulnak visszafele szépen. Ó, oh, Tom Zorra váltottunk, nem kéne. Maradjunk addig a pisztolynál. Találtam hozzá töltényt. Nekem nem hagytok fedezéket. Na, mivel lősz valami? Tom Zonod van? Ez így nem fog menni, haver. Még itt van egy valahol. Ó, nem vettem észre, hogy ott felül van. Meg vagyunk, elvileg. De legalábbis egyelőre a térkép nem mutat többet. Magnum. Kipróbáljuk. Kit lőttél? Oh. De most kit lősz? Mondd már meg! És te ki vagy? Listen, this got way out of hand. Eddie's not gonna be too happy. Eddie'll be fine. What are we gonna do? Just let him kill us? These fucking dirtbags won't be bothering nobody no more. What now, Steve? Now I'm gonna go home and see if that castor oil's working. I've been blocked up for weeks.
I'll see yous later. Joy, Joe and I still got a lot of work to do. We'll catch you later. Joe-val még dolgunk van. Where are we gonna get the two G's for ready? You got any idea how much a car like this goes for? Damn, Vito, you're a genius. These babies ain't cheap, right? I bet Derek would give us at least a grand for that one. Ezzel a két autóval elmegyünk, eladjuk, csak előtte szépen feltörjük. Nem kitörjük az ablakát, hanem... És megpróbáljuk egybe visszavinni. Hú, de csúszós. Nagyon csúszós. Nagyon-nagyon csúszik, de megpróbáljuk az úton tartani. Szerencsére olyan nagy forgalom eddig nem volt, na majd innen. Életerőnk is lement kicsit, most elég sok lövést kaptunk a küldetés során. El az útból. Legyorsuljuk a platós teherautót. Mekkorát ugratott. Nem várjuk meg, míg zöldre vált a lámpa, az buz is. Kicsit levágjuk az utat. Irányba. A rendőrbácsinek kezdje erődözni. Jó, levált. Oké, mehetünk tovább. Legalább indexelnek az emberek, nem úgy, mint való életben. Érdekli a rendőrt, ha pirosan átjövök, ez nagyon tetszik. Itt a limitet benyomjuk, hogy ne kezdjen el körözni, mert ez most nem az a helyzet, amikor ezt kéne. Viszont lassan itt vagyunk. Na és sikerült egy darabba. Ó, és ide rá kéne állni. Álljunk meg, szálljunk ki, és elsétálok. Ú, de szépen fölemelik. Kaptunk majdnem 2000 dollárt ezért. És ráteszi a hajóra, vagy ott tartja fönt levegőzni. Aha, szépen ráfordul a hajóra. Jó van. Ott kéne egy kocsi. Itt is van, ez jó lesz. Hogy visszamenjünk Eddiehez. Ú, de összekosszoltuk a gyönyörű ruhánkat. Még a galamb is leszar minket, akkor még szebbek leszünk. Mocskosé melót végzünk. Ilyettébe eldobta a dobozt. Hát igen, ez már nem egy olyan teljesítményű autó. Itt kiférünk, elvileg kiférünk. Ne dudálj, mert oda megyek.
egyszerű. Akkor kifizetjük azt a pénzt, mivel tartozunk. Úgy, de megijesztettél. De jó dudánk van. Szépen keresztül a városon. Lehetőleg ne menjek neki mindenkinek. Bár mondjuk ezt az autót törhetjük, mert erre nem kell annyira vigyázni. Max, ha később szükség lesz ugyanerre, akkor jó lesz. Nem gyors, viszont lassú. Na, itt vagyunk elvileg. Szép szabályosan ide megállunk. Visszaadjuk a pénzét. Hol tudunk bemenni hozzá? Úgy látom, másik oldalon talán. Madison Falcon. Belépünk, lehet, hogy... És teljesítményt értünk el. Is the money? Itt a pénzöcsé. Well, that's a fucking relief. Stupid fucking junkies. Now they know their place. Good work, boys. Here's your cut. Thanks, Eddie. So, you need anything else from us today, or is that it? I got something I gotta take care of. No, 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 that's all for today. I'll call you if I need anything. Minusz 2000. Mehetünk haza. Csá, Edi. Arrivederci. Arrivederci. Kocsim remélem megvan még. Jég van. Úgy látom, külön megy a Joe. Úgyhogy akkor külön megyünk mi is haza. Ja, tényleg most már a saját lakásba. Most már az is van. Csinálunk egy házkerületet. Autójavító is, nagyszerű. Benzinkút, még nem villog a benzines indikátor. Menjél már, ne állj meg az út közepén, öcsém. Piros a lámpa, úgyhogy jövök. Micsoda drifttel jövünk. És lassan itt is vagyunk. Itt teljesen szabályosan megállunk. Na, ajtónyitás. Természetesen legfelül lakunk. Csukjuk be azért az ajtót. Így van. Nagyszerű. Itt van ágy, meg minden, de nézzünk előbb egy hűtőt. Egy jó sört nyomjuk be. Így is van. Kellett már az életerőnek. Na most alhatunk. Kilences chapter jön. Balls and Beans. Hát nem hallod, hogy csörög a telefon? Hello? Yeah, Vito, we got a situation here. Grab a gun and meet me at the bar. And make sure you're driving a decent set of wheels. No, csak. All right, I'll be right there. Most ébredtem. There goes my Sunday.
ez a vasárnap, igen. Na, kimostuk a ruhát? Igen. Már megint problémázik valaki. Na, rendőrök. Nem vagyok itthon. Nem vagyok itthon, nem is voltam. Itt van még a piros autónk. Ez most jó lesz. Megyünk Eddiehez. Biztos valami balhéba keveredett már megint. Böhöm autó, itt a cápa szállító. De gyönyörűen el tudtunk jönni. Na, ez így egészen jó sebesség. Csak hirtelen irányítani nagyon nehéz az autót, hogyha hirtelen kell valamit fékezni vagy kanyarodni. Nekem nincsen indexem, gondolom. Nem kell, fölösleges tartozéka az autóra. Ne gyere át! Tudtam, hogy elém jössz, Trabi öcső. Nem baj, látod, ezt legalább törheted. Nézd meg, mit csináltál. Összekarcoltad az elejét. Undorító. Közben megjöttünk. Persze, gyere nekem nyugodtan, azért van. Na. Ismét vissza a Madison Falconbe. Morning, Eddie. Hey, Vito. I'd like to introduce you to somebody. Még egy embernek bemutat. Vito, this is Carlo Falcone. Úgy, de csúnyán nézel, öcsém. Pleasure to meet you, Mr. Falcone. Vito? So, Vito. How do you feel about Alberto Clemente and Luca Gorino? Well, honestly, Mr. Falcone, the way I see it, those assholes tried to steal 5,000 bucks from me and then left me to rot in jail. That's good, because the two of them are planning to make a move on us. So it looks like we're going to have to do something before they do something. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Goodbye, Mr. Falcone. Nice to meet you, Vito. Aztán tartalmas beszélgetés. What's going on? A car with three of our guys in it disappeared last night, and word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Harvey Beans and the two guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the Mick. Yeah. Beans is Carlo's accountant. If he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then? If you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys is still alive, try and rescue him. Hopefully you can find him before they spill the beans about our operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and some firepower. All right, no problem. Okay, stop by here when you're done. And Vito, don't tell nobody about this. Got it. Oy, oy. I see you again soon, eh? Arrivederci. Jó lesz ez a piros. Reméljük. Itt át lehet menni, nem? Ennyi. Gyönyörűen át tudunk siklani itt a sövényen. Nem olyan lassú ez az autó. Kicsit kasszos, de hát melyik nem. Kicsit karcos, de a miénk. Legalábbis átmenetileg.
This is Luca's car. Mm-hmm. Now, where are you, Luca? Szép kis autó. There you are. Ajjaj, ott van Luca. Okay, here we go. Nem feltűnő. Shouldn't get too close. I gotta make sure Luca doesn't see me. Nem szabad túl közel mennem hozzá, követni kéne. Ezért jó, hogy nincs gyors autó, mert így nem fogok hozzá talán olyan nagyon közel kerülni. Elveszteni se kéne. Miért dobta el a táskáját? Ott megy bizony. Ezzel mi történt? Ó, Lukát, hogy vezetsz, öcsém? Hogy vezetsz? De rendesek, hogy bevártak engem itt. Itt állt a hídon. És nagyon érdeklik a jelző lámpák. Ruski's junkyard. Mike doesn't get involved in shit like this. Szeméttelep. Ne kerüljek hozzá túl közel. Clementéhez jött. Looks like Eddie was right. Eddie-nek igaza volt. Okay. I gotta get in there without being seen. Ó, basszus, be kell jutnom úgy, hogy ne vegyenek észre. Ezt utáltam mindig. Na lássuk hát, ha itt innen. Maybe that's the way in. Aha. Valahogyan innen. Aha. Looks like I can pry this off. Hát próbáljunk meg bejutni innen. Igen, tudom. Tele van mindennel. De most ez az egyetlen lehetőség. Ott direkt ki is van lyukasztva nekünk. Shit, that dog could be a problem. Igen, a kutya az érez, hogy itt vagyok a közelbe. Amíg nem törődnek azzal, hogy mit lát a kutya addig, vagy mit érez, addig nincs gond. Persze, omoljon rá. Basszus, hát most mostam ki a ruhámat, erre már tele van megint szarral. Ezért mostam ki a ruhámat. Na. Használjunk létrát. Gyönyörűek vagyunk, mondhatom. És ott a kutya. Take cover. Nem látott meg senki, különben megölnek. Jaj, de jó. Csak azok a zöldek. Valóban, vajon ők lehetnek azok, akikről beszélt az Eddie? Okay, time to move. Find a way.
to sneak in. Itt ez gyanús. Ez is. Eddig jó. Na most viszont. Nem szabad lőnöm. Ő alszik, vele nem foglalkozok. Aha. Gondolom ilyen silent takedown-t kéne. Ó, basszus, ki kell deríteni, hogy hol vannak. Jaj, de jó. Elmegy cikizni. Kérdés az, hogy ide be tudok-e jönni. Van egy hentes csávó. Nagyon fáj nekik. Ti merre néztek? Mik ezek az ordibálások? Hű. Ó, basszus, észrevett, vége. Hát ez nem jött be. Valami mással kell próbálkozni. Igen. Tehát a hentes se vehet észre magyarul. Téged úgy leteszünk. Lehet, hogy hagyni kellett volna, hogy kinyissa az ajtót. Valószínű, mert így nem vagyunk jók. De, open the door, ott van. Nem látsz? Hogy látnál, haver? Nem láthatsz. Ott viszont eléggé be van láncolva az az ajtó. Ezt nem tudom kinyitni. Itt van egy ilyen fegyveres őr. Hey, you two. Shift's over. What do you mean, shift's over? You got shit in your ears? You said you're done for today. But I ain't done pounding the beefsteak. Mára végeztek a hentesek. De be tudok jönni, csak minek?
hallom, hogy ott fáj nekik nagyon. Na, ide értünk. Most már lehet pisztolyozni? Ó, ott vannak lógatva. Take a good look. You think you're tougher than him? After we're done with you, we're gonna grind you up in one of these machines here. It's just a question of whether I'm gonna be nice enough to fucking kill you first. Hey, what's that fucking stench? Oh. Hey, hey, somebody's over there. Hey, who the fuck are you supposed to be? Jesus Christ, what is Captain Shitbag here to save the day? Shut the fuck up, Luca. Hey, I know you. You're the chump who was hanging around with that moron, Barbaro. I thought you were still rotting in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcone sent me. He isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So, you joined up with Falcone, huh? Well, I'll tell you what. If you knew what was really going on, you'd realize that you was better off in jail. But that don't matter now anyway. Hey, kaptunk egy nagyot. Nem is egyet. Úgy is van. Egy jó bunyol. Megtanultunk bujózni. Még akkor is, ha ezt bekaptuk. Ott van az. Gyere be a kamerába! Basszus! Ott van! Úgy is van! Na most végeztem ki, mit jön már utovább? Uh-oh! Van fegyvere. Jaj, de szép volt! Micsoda összjáték volt ez. Zsupsz! Úgy. Van itt még valaki? Nincs. Jó. Eddie send you? Yeah, he noticed he was a couple of guys shot. Leszedjük. Shit. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Beans, stay here. Kimosatjátok nekem a ruhámat, ha már megmentettek titeket? Okay. Just don't forget about me. Okay, fellas. Keressük meg Lukát. Uj, uj, uj. Fuck you! You missed. Not bad, kid. Not bad. Not bad. Not bad. All right, Vito. Let's get that little fuck. Úgy van. Kapjuk el. Van soti. Little cocksucker's gonna piss his pants. Töltsük meg. Jaj, de gyönyörűen megtölti. Yeah, they are. And guess who's next? A lot of guys with a lot of guns are already on their way over. Shit, too late. Uh-oh. Oy, oy, oy. Töltsük meg. Ez aztán a töltés.
Lehet, hogy a pisztoly most itt jobb. Még jöttök? Az ott nem fog nyerni. Milyen összehangolt támadásotok van. Nem. Basszus, hogy nem találom el. Gyere ki. Már csak ő van? Kimegyek hozzá, döcsém. Nézd meg, is az utolsó ember képes lelőni, hát nem hiszem el. És innen kell újra, de szép. Nem baj, most már megcsináljuk. Nagyszeri. Szedd le a csávót, én addig begyűjtöm a fegyvereket. Hát ez nagyon potétó volt. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Beans, stay here and don't come out until we come get you. Okay, okay. Just don't forget about me. Okay, fellas. No. De rossz helyen választottam fel az éket. Let's get that little fuck. Thompson ammo. Na gyere. Én itt jól leszek újra. Garantban nincs. Thompsonban van. Nem baj, befejezésnek jó lesz. Na mi van, bejöttetek? Bejötték, komolyan? Nem, nem jött be. Fél útig bejöttek. Úgy-úgy. Belehal a térlövésbe is. Tedd ki a buksit. Azaz. Már csak ő van. Na, akkor most. Egy jó Thompsonnal. Nesze! Köcsök. Körbe kell bevenni. Na, nem tudunk bejutni. Intézem. I ain't gonna be able to open it like this. Yeah, we need something heavy, like a battering ram. I know. We'll use that cart. Ó, azt a kocsit. So fucking smart, huh? Go ahead, try. Son of a bitch. What's he doing over there? Még nem sejti a csávó. Ah,
Come here, you fuck. Leave me alone! Leave me alone, you fucking man! Let me out! Wait, no! God, fucking son of a bitch! Úgy is van. Én addig el vagyok. I'm gonna have a little fun with Luca before I grind them up. Wanna join me? Na persze. Thanks for the invitation, but I think I'll pass it. Blood, huh? No, just hate the sight of Luca. I hear you, but you're missing out. I think I'm gonna try out that cattle prod he was yapping about. Yeah. Eddie wanted me to take care of him personally. Don't worry about that. It'll just take a little longer this way. This fuck don't deserve a quick death. I can't argue with that. Okay, I'm gonna go. I stink like an outhouse. I gotta get cleaned up. And tell Eddie he don't gotta worry about Luca. Yo, Beans, open the door. It's all over. You? You're still alive? Yeah. What'd you expect? Look, before we go home, you want to give me a hand with Sleeping Beauty here? You know, that's not such a bad idea. Na, meglátogatjuk Edit. Elviszem a Lukának a kocsiját. Lehet, hogy összetörte egy picit, de nekem jó lesz. Ja, a motorház tetejét elhagyta. De én mindig gyorsabb. Nem nyitjátok ki nekem. Akkor majd én kinyitom. Na vissza Eddiehez. Lukát elintéztük, sikerült bejutnunk, úgyhogy ne vegyenek észre. Még a kiérkező segítséget is likvidáltuk, úgyhogy nagyszerű, nagyszerű. Aha. És pont most van egy crash. Ez olyan jó, hogy van ilyen. Na, semmi gond. Mert újraindítjuk magát a maffiát. És minden megy tovább. A probléma csak az, hogy kérdés, hogy hol mentette el. De mindjárt ki fog derülni. Azonnal kiderül majd. Sajnos csinál ilyeneket. Már több egyszerre. Énkor nincs más teendő, mint újraindítani. Kérdés az, hogy honnan tudjuk folytatni. Na, innen, szerencsére innen, hogy a Eddiehez kell visszamenni. Örülök, hogy nem kell még egyszer végig harcolni magunkat az egészen. Ajtót kinyitottam. És mennék kifele, remélhetőleg most már crash nélkül. De jó koszosak lettünk tényleg. Na itt aztán mehetünk. Lássuk, mit tud ez a dragacs. Hopp, hopp, itt le kéne válnunk jobbra, igen. Viszonylag jó vezethető ez a cucc. Legalábbis így a többi járműhöz képest. Én is jobbra mennék. Még a szembesávból izgalmasabb. Ezt megkerüljük.
Még egy balos, még egy jobbos. És még dudá. Ennek se rossz a dudája. Na itt is vagyunk. A vörös szőnyeg előtt megálltunk. Bemennék. Na. Tudom. Jesus Christ. Was that you? Vito. Oh, Jesus. Why didn't you take a fucking bath before you came back? You told me to come right back when I was done. You think I'm enjoying this? Okay, okay, okay. What happened with Luca? It's done. All right. How about our guys? You find them? Yeah. Luca had him in the slaughterhouse. Frankie's dead. But Balls and Beans are fine. Luca was, interrogating him when I got there. Any witnesses? Well, except for a dozen or so of Luca's bodyguards who ran into nobody. Back up, okay? It was rough, Eddie. Yeah, it sounds like it got pretty hairy. But hey, you pulled it off and you got out of there in one piece, right? So go get cleaned up before you ruin everybody's appetite. And burn those fucking clothes you're wearing. My God. You smell like shit. Mr. Scaletta. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hát menjünk egy ruhaboltba. Vagy a saját apartmanunkba, attól függ, hova visz. Persze, mert a csatorna rendszeren keresztül tudtam bemenni, hát milyen legyek, tényleg. Parancs meg az volt, hogy egyből jöjjek vissza. Nem, hogy izé, majd lezuhanyozok meg minden, teljesen szabályosan megállunk itt. Itt be lehet menni? Be. Jó reggelt kívánok! Good afternoon. What is that unholy stench? Mondja, de csin, mondja. Milyen goodbye, sir. Most jöttem. Na, hogy tudok válogatni? Itt nálad? Igen. I hope you at least bathe before putting it on. Shirt. Jacket with shirt. What are you looking at? Tailored suit. Legyen ez. Sharp suitor. Nagyszerű, gyönyörű. Go back to the Falcon. Álmegyünk is. Szevasz! Még itt van a... Hello, hello! Majdnem elütöttél, öcsém. Most koszoltad volna össze újra a szép ruhámat, nem örültem volna. Kicsit túlspiláztuk ezt a 180 fokot. Több lett belőle. Nem. Na itt is vagyunk, Edi. Most már szép ruhába, tisztán. Mit dudálsz? És dudál, de nem tér ki. Na nem baj. Na, Edi most már jobb. Mission successful. Hey, Vito, you made it. Hey, Edi. Oh, nice threads. Thanks. So, what's the plan, fellas? What's with the suits? Vito, Mr. Falcone is gonna bring us into the family tonight. You and me, we're gonna be made. Családba bevisznek minket. Yeah. Really? Why didn't you tell me before? What do we gotta do? You'll find out. But first, there's somebody who'd like to have a little word with you. Oh, ki jött a börtönből a csávó. Hey, kiddo. I wanna talk to you about what's gonna happen today. Come here, have a seat. All right. Sure. And hey, thanks again for doing whatever you did to get me out of the can early. Now I made good on my second promise to you. Second promise? Yeah. I told you the next time we opened the books, we'd recommend you, didn't I? And now it's done. You had something to do with this, but you work for Frank Vinci. Yeah. I would have liked to have had you in our family,
But I figure Joe there is your best friend. You guys grew up together, just like me and Frank. Since Joe was working for Carlo the whole time you were inside, I recommended they take you in too when he got made. Thanks, Leo. I don't know what to say. You don't gotta say nothing. Not to me or anybody else. That's kind of the way this whole thing works, Vito. Yeah. Now, come on. We don't want to keep him waiting. All right. I'll see you fellas upstairs. What was that all about? Nah, nothing. Just, you know, talking about old times. Like that time when old Leo dropped the soap. Fuck you. All right, all right, all right. That's enough. Let's go. Yous are like two school kids, I swear to God. All right, wait here. Now listen to me, fellas. It's one at a time. Once you're inside, just do as you're told, okay? Joe, come on in. Hey. Joe megy előre. 5 perc főbelövés. Your turn, Vito. Gentlemen, this is Vito Scaletta. Vito, know that this family of ours is a secret. You are entering the Society of the Chosen, a society which does not exist to the rest of the world. Our family means more to you from now on than your own family, or God, or your country. If I ask you to kill your own brother, you must do it. Show me. Which finger would pull the trigger? Oh, vérszerződés is van. Repeat after me, Vito. If I were to betray the secret of our way of life. If I were to betray the secret of our way of life. May my soul burn in hell. Just like this saint. May my soul burn in hell. Just like the saint. Amico nostra. Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scaletta. I am very pleased to have these two talented and honest men join us. And I'm happy this has happened in the presence of our esteemed guests, especially Don Frank Vinci. And his consul. You might wonder why I'd take this risk again after spending almost 7 years in a can. You see where I grew up. The only guys who mattered were the guys who had the balls to take what they wanted. You will receive payment for your services from Eddie. Would you like to add anything, Frank? Whatever you do, gentlemen, stay away from the dope. No dope. That's our policy. Drug. You can make plenty of money. And after years of doing everybody else's dirty work, too many risks. I was willing to risk anything to finally be somebody. Everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you did, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, gotta spend some cash. So let the good times roll. Szép az élet. Maffia élet. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Chapter 10. Szoba szervíz. Scaletta Villa. Itt már nem szarral gurigázunk. Megint csöng a telefon. Nincs egy emberem, aki fölveszi. Ó, de szép kandalló. Mellette van a telefon. Na. Kinek mi kell? Hello. Hey Vito, it's Eddie. Hey Eddie, what's up? I need you to come over to Joe's right now. Yeah, oh, okay. All right, what's happening? I can't tell you over the phone. All right, I'll be right there. Na, el kell menni Joe-hoz. Mi van? Hol van a gardróbon? Ez az. Na, vegyük fel valami szépet. Expensive suit and hat.
Van valami... Ó, jó, ez a fekete... Megjavítva minden. Nice. Micsoda elegancia. Szép duda. Megyünk Jones. Szépen át a hídon, a Grand Upper Bridge-en. Csak úgy átsiklunk a hídon. De erősen kell fékezni, míg megállok. Na! Na, hát a szép új autómat csak úgy oldalba vágod. Öcsém. Még ha elsőbséged is volt, akkor is, na. Na, itt vagyunk. Betesszük a garázsba az autót. Szokásos helyre. Rádudáltunk a garázsra, hogy betehessük. Na, fölmegyünk. Takarító néni, itt van-e még? Mindig érdekes beszélgetéseket folytattunk. Joe! Itthon vagy? Man, I went on with a baseball bat and they looked like they were scared till yesterday. Fellas. Oh, hey, good morning, Vito. Marty, what are you doing here? Joe said you needed help. And since I did good with the greases, he said he'd take me along again. Take you along again for what exactly? They're waiting for you. Yeah, well, I'll talk to you later. Yeah, that's my man Vito. Kizárta a többieket. Morning, Mr. Falcone. Hi, Vito. Take a seat. Hey, guys. So what's happening? I heard how you got rid of Luca, Vito. Good job. Thanks to you, we now have proof that Clemente was behind the attack on our guys. He couldn't do anything to him openly till now. He just cut his own throat. He kidnapped and tortured our guys, and that means war. Anything we do now, I'm going to be able to justify before the commission. Alberto knows this, so he's gonna act quickly and try and come after us first. So we're gonna take out Clemente. Exactly. Turns out Clemente called a big meeting in the Empire Arms Hotel today. This is our best chance to get rid of him and his top guys. Oh, sure, yeah. We'll just waltz right in there and kill a few dozen heavily armed men in broad daylight in the nicest hotel in town. Is that about right? Don't worry. I got a plan. Shit! Joe, put that thing away. Eddie, don't worry. It's safe. I just gotta For press Christ's this. Sake, put it away now. Okay, what's the matter with you? Okay. You're such a chicken shit. Okay, okay. So now we're gonna waltz right in and blow up the nicest hotel in town. Isn't that overkill? Don't worry. This thing ain't that powerful. It won't blow up the whole building. But everybody in a room where it goes off is dead meat. How are we gonna know when to detonate it? We'll use a window washing platform. We'll almost Ooh. Be able to watch it explode. Since when are you the smart one? Okay, fellas. I'm counting on you. Joe már kitalálta. If all goes well, I'll have something nice for you. When it's over, call Eddie at this number. Oh, by the way, I closed the bar today. Just in case Alberto tried something. Hey, good luck, fellas. Hey, what about that kid in the hallway? You mean Marty? He ain't part of the organization, so he had to wait outside. I mean... Why is he here at all? Why do you think? He's going with us because we need a getaway driver and somebody to cover our asses. What do you got against him anyway?
I known him since he was a little kid, and he saved my ass with them greases. Yeah, but we're not fighting a bunch of drunk dirtbags this time. We're about to take out the most powerful family in this city, and you're bringing a kid. And how old were you when you started doing this shit? You're talking like you're some old fart. Look, Vito, he's gonna wait in the car outside and drive us away. That's it. He ain't even gonna know what we're doing there. He's a great driver, and that's exactly what we need on this one. Okay, Joe, whatever. But I'm telling you right now, this is a bad idea. Na, elvisszük Joe autóját. Hey, Joe. So, what kind of job is it? Már faggatózik a gyerek. Okay, but hey, if you need it, I got my piece right here. All right, slow down, Billy the Kid, all right? It's not gonna be necessary. Let's just go. Na, Joe, hol a kocsid? Mondjuk a garázsodba, gondolom. Én vezetek mégis, ja. Csücs! Just don't go busting it up on the way there. This is our getaway car. Plus, I'm pretty sure that explosives and car crashes don't go together too quick. Gyönyörű. Újabb crash. Explosives? Yeah. For a little. Nagyon szép. Egy újabb crash, úgyhogy mindjárt újra is indítjuk megint a maffiát. Úgy látom, hogy nagyjából ilyen két chapterönként kell. Úgyhogy mindjárt rendezzük is ezt a dolgot. Egyelőre nem sikerült kiteríteni, mi okozza ezeket a crash-eket, de ahogy lehet, megoldjuk. És folytatjuk a sztorit, remélhetőleg ugyanott, ahol kikresseltünk. Igen. Megyünk le Joe kocsijához. Hey, Joe! So, what kind of job is it? The kind you don't need to know about. Yabish. Okay, but hey, if you need it, I got my piece right here. All right, slow down, Billy the Kid. All right. Kisgyereknél mindig ott van a fegyver is. Szóval itt a kocsid. All right, I'll drive. Én vezetek még mindig. Beült mindenki. Just don't go busting it up on the way there. This is our getaway car. Plus, I'm pretty sure that explosives and car crashes don't go together. Joe autója se olyan rettenetes. Yeah. Óvatosan kell menni most. Forget you heard that. We're going to the Empire Arms Hotel. Park in the underground parking lot and use the back entrance. Hop, hop, hop. Csúszós viszont. Joe autója. Azt mondtátok, olyan jól vezet a kis csávó, akkor még nem ő vezet. Gondolom majd visszafele. So, fellas, come on, tell me what's going down at the hotel, huh? Huh, come on. Well, what are you writing a book? I already told you everything you need to know. Hey, I'm just curious, you know? All this secrecy. Marty, all this secrecy is important. The less you know, the better off you are. And if you keep asking questions, I'm just gonna have to find somebody else to drive us next time. Okay, okay. No more questions. Sure. In pursuit of a speeding vehicle. Ja, Istenem. 10-4. Most azért, mert gyors hajtottam. Sorry. One more word out of you. All right, sorry. Not another word. Cross my heart. Istenem, semmi nem jó a rendőrnek. All right, here's the hotel. The entrance to the garage is on the other side. Uh-huh. El is vesztett. Itt vagyunk. Park in there. And hey, we gotta leave all our guns in the car. The last thing we need is one of Clemente's goons searching us and finding them. Okay, nem lesz nálunk fegyver.
All right, Vito and me, you'll go in and do what needs to be done. You wait for us here. When you hear a big boom, start the car up, because we're going to need to get the hell out of here pronto. And you won't need that gun unless somebody follows us, but that shouldn't happen. Okay, okay, I got you, Joe. Ay, ay. Clemente rented the entire 18th floor, the third one from the top. There's a couple of suites and conference rooms up there, and guards. So how are we going to get up there? Round the back, through the laundry room. What, you want to wash your shorts before we do this? Wise ass. The meeting hasn't started yet. Kicsit fel van pörögve a gyerek. We'll grab some hotel worker uniforms. Then we'll go do a little cleaning upstairs. Seriously? When did you become the smart one? Fuck off. There's supposed to be a guy waiting for us inside with the uniforms. Let's go. We don't want to make a ruckus before Clemente gets here, so don't go doing nothing stupid. Shouldn't I be telling you that? Stay here. Where's the fucking bridesmaid? Na, megkeressük az uniformisokat. Gyerünk, Joe. Ah, shit, it's closed. The idiot was supposed to leave it open for us. Now we gotta wait till that asshole shows up. Fuck! Can't we just get in some other way? You could try, but I'm gonna wait here for a while, just in case Numbnut shows up, that lazy piece of shit. Azaz rugdossad, come on, you idiot. Na, keressünk egy másik bejáratot. Itt nem. Where the fuck are you? Másik oldal. Itt van egy csávó. Hát passzus, itt van. Nyissam ki neked. Cleaner uniform kell. Épp ott nyitja a csávó, eh? Look, I'm really sorry I couldn't get here sooner. Another minute, you would have been late to your own damn funeral. Sorry, I was. All right, enough. Just get the hell out of here. See? I got it all under control. Come on, let's go pick up our uniforms. Na, öltözzünk be. Takarítók leszünk most. Vito, one more thing. Here, put this on. Are you fucking serious? So nobody recognizes us. Just put it on. Egy kis bajuszka. Great. Let's go. Jó, ha van. Hey, you two. Get over here. A lifttel fölmegyünk a 18. emeletre. Clean up this fucking mess, you idiots. Clean this shit up, will you? Jó, kussolj már. Kiütném azt a izét öngyújtót a kezedből. Let's go, move it. Uh-oh. Hey, you two. You got some more work upstairs waiting for you. Get moving. Hey, Richie, come with us. De jó arc vagy, öcsém. That was fucking Henry. Yeah. All right, come on. Let's get up there before he gets back. Hát akkor gyere, Joe. Liftezünk egyet. Egészen a 18. emeletig. Átlátszó a fejem. Henry's good people. Even if he does work for Clemente. Yeah, but what if he does? Don't even think about that. I feel like an idiot with this thing on my lip. Yeah? Well, what if we run into somebody we know? This way, they won't recognize. Hegyke kis bajusz. Fucking hope so. Joe-nak is van. Konferencia terembe megyünk. Where the hell you guys been? Somebody spilled something in the conference room. Valamit kiöntöttek. Futni nem tudunk, úgyhogy csak sétálgatunk. Sétálgatunk. Ja, ne ismerjenek fel. Oké. Okay.
So if you know what's good for, you'll get the place spick and span, and then get the. Hola, Joe. These two are here to clean up. What the Joe? Mess. The mess? Oh, that mess. All right, come on, you two. Na nyissá, öcsém. El az utamból. Jövünk. Ha elesett, mi? Képzelem. 6x7-szer beütött a fejét. Ezt hogy csináljuk, hogy ne ismerjenek fel amúgy? Jó. Oké. Okay. Fucking pricks. Hey, calm down, will ya? They're not gonna be around. Joe-nak segítünk lyukat vágni az ablakra. Hey, yeah. Give me a hand. Cut the hole. Oh, shit. The oh fuck. The yellow. Talált ki, milyen színű. The plus and the plus. The red and matching negative blue and cross. Perfect. Okay, the hard part is almost over. No check. Scrub the stains. Hey, I told you to clean it all up. Hát találjak neki. Nem értem pontosan, mi a terv. Ja, clean up. Cleaneljünk, cleaneljünk. Elég sokszor beverhették a fejét. Like you're done. All right, you can get out of here. Követjük Joe-t. Okay, now let's get to the roof. Megyünk a tetőre. De hogy ne ismerjenek fel? Próbálok nem túl közel menni hozzájuk, aztán meglátjuk. Bemegyünk, lépcsőzünk. Menjél Joe hegyke bajusszal. Gödör már nem kell. Why do they gotta put so many fucking stairs? Joe nem bírja a lépcsőzést. Vito, Vito, hold on, I forgot something. Mit felejtettél? Yeah, this is for you. Just in case something goes wrong. This is nice. Some piece of work, eh? Hmm. 1911 Colt with a modified the clip. Hell did you, Holds 23 bullets, so the ammo goes quick. And don't go losing. These are the only two in the whole world. Thanks. Never mind. We gotta go to the window washing platform. Come on. What are you looking at? Come down and give me a fucking shit. Come in these guys. Fuck me. All right, let's get out of here. Uh-oh. Más terv kell. Oh, this is like an oyster. Hold on, check it out. Ajaj. Hey, what the fuck are you doing here? Get lost. Shit. Okay, Vito. Nem biztos, hogy ezt kellett volna. Most már mindig. Ó, ez csak egy galamb volt. Back me up, Vito. It's fucking over. Let's go, chap chap. Francesen beléd. Reload.
francba nem kaptam el. Nagyon gyorsan megy az élet így lefele. Szevasz! Ott még van egy a másik oldalon. Mit lősz, Joe? Most komolyan? Engedj ide, jó? Úgy is van. Föntről vagy lentről? Tikkalomb és azt kilövöm. Püff. Aha, onnan föntről. Oké, okay, ő is meghalt. Egy galamb megy. Aha. Még egyszer tedd ki a fejed. Még egyszer. Még egyszer, hogy elkaphassam. Mindjárt. Most már mehetünk. Igen. Itt vagyunk. És most? Hogy föl kéne menni? Hol a Joe? Volt valami feljárat? Nem, itt jöttünk be. Ott nem tudunk fölmászni. Merre ment a Joe vajon? Hát ez elkerült a figyelmemet, hogy merre ment a Joe. Vagy itt hátra? Itt hátul biztos nem. Hopp. Nem. Esetleg a másik oldalon még megnézzük. Hát ha ott volt valami olyan. Aha, ott a Joe, oké. Megtaláltuk. Ő lesz ellenség. Fedezékbe. Joe, okosan. Egyszer. Oké. Okay. Mi van, Joe? Mire vársz? Oda kell mennünk, ezt már látjuk. Aha, csak lett volna másik út. Nem baj, történt, felszedjük. Jaj. Hirtelen de sokan lettetek. Is van. Let's go, Vito. Basszus, nem, hogy már ez az egy darab megöljön. Úgy van. Na végre. Gyere, gyere ide. Itt vagyunk. Oké. Oh, van egy magazin. Király. Collector's item. Joe, feljössz? We're so high up, nobody on the street could have heard us neither. Come on, let's get to the window washing platform. Raise the window washing platform. Uh-oh. Oh, shit. Jesus, okay. Okay, don't shoot. I'll do whatever you say. All right, put your hands behind your back. We ain't gonna hurt you.
Na. Here's some tape. Tie him up. Tape up the cleaner. Hátra kötjük a kezét mindjárt. You should consider yourself lucky. Everybody else got shot. Úgy, úgy. Még a lábát is. Aha. Ebből szabadulj ki, öcsém. Okay, get on. We got work to do. Na lássuk. Nagyon illik hozzánk ez a bajusz. How much wire you got? Enough. How much is enough? Will it reach up to the roof? Of course not. We'll just go up one or two floors and blow it. So much for you being a smart one. What? This is crazy. What if the explosion takes us out too? It won't. We'll barely feel it. You better not. If we fall off this thing, you're gonna be dead before we hit the ground. Yeah. Okay, this is the right floor. Use the squeegee. Vito, grab the squeegee and start washing windows so we don't look suspicious. I gotta connect the wires. Pick up the squeegee. What the fuck are you waiting for? Wash up. Mutogatta, hogy mit kell csinálni. Mekkora arc. Senki semmit, nem sejt. That's it. Okay, got it. Take us up a bit. Payback's a bitch. Yeah, just like clockwork. These assholes ain't gonna... How's he get? What the hell was that? I don't know. The thing just blew. We'll barely feel it, right? Alright. Ooh, leszakadt a baj, szod. I don't know why I fucking listen to you. I swear, you're like... Megszabadultunk a bajusztól. Túlélte a fiú. You assholes! You're gonna die for this! Get away! Come on, Vito! El kell kapjuk. Hey, you sure made one hell of a mess. Yeah, but it wasn't enough. Move it, shit! Van még valahol valaki. Várj egy kicsit, HP-m töltsön vissza. Basszus. Ó, hogy dögölj meg, pont kín volt a fejem. Francba. Hey, you sure made one hell of a mess. Yeah, but it wasn't enough. Move it. Get you. No. I didn't do anything. No. Must have put it down. Back me up, Vito. Úgy. Watch out. Behind him, blast door. You shoot like my sis. Get that guy with the knife. Go, fucking damn. Megint kinyírtak majdnem. Igye. Még egy van valahol. Gondolom a Clementi. Nincs itt valami kaja?
kis HP növelésre, vagy valami? Is that the fucking best you got? Joe, már megint nagyon lőszel. Take the other door, Vito. I got the right side. Szóval, hogy én menjek balra. Az igen. See you next fall. Töltény kéne. Nincs semmi más fegyverem, öcsém. Fel kéne vegyem. Jó, mert sajnos nincs töltényem. Back me up, Vito. Ho, 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 ho. Oh, fuck. Oh, shit. This way, Vito. You won't get through there. Ah, you're fuck. Ah, fuck. The sprinklers are going off. Really? Because I thought it was rain. Wise ass. I can't see a damn thing through all this water. Jó, Thompson. Ott menekül. Fixer. Fuck. There's more of them coming. Come on, assholes. I'm waiting for you. Tree. Csokolom! Get out of there, lady. We ain't got nothing against you. Liftezünk. Majdnem lelőttük a nénit. Next time bring a bigger bomb, will you? Hey, how the fuck was I supposed to know Clementi would be in a bedroom? Pont fürdőbe volt a Clementi. Don't worry, we'll get him. Mi a laza zene szól? Eddig mindent reload. Ojojoj! Igen, pontosan. Soti. Fedezék be! Oh. Szevasz! Hey! Azt most ki se látszott a sarokból. Kéne most már valami hílelő lehetőség. Jó van. Haladok, haladok, de... Honnan találtatok még el? Aha. Nyit. Talán már nincs más. Na! Fuck! They shot him! He's dead, Vito! Chuck, come on, gotta get out of here. You can't help him now. Martit kinyírták. Let's go! I'm gonna kill that fuck. Megbosszulunk, Marty. Yeah, you think it's over? Wrong, assholes. All right, there's two of them. If they split up, make sure you follow Clementi, not the other guy. I know how to drive, all right? Just be ready with the gun. Don't worry about that. Just follow Clementi. Gyerünk, Joe, te fogsz lőni. Hey, Joe, I got eyes too, you know? There goes one. Nice job. Clemente's next. De engem közben szarrá lőnek, Joe. Joe, nagyon szar az autód, mondtam már. Lőjed, 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 lőjed.
Itt vagyok. Eltalálod ma? Mindjárt közelebb lesz a Joe. Most fie. Ó, ma a pisztolya. Kifogytál? Ah, már kezd égni. Én nem tudok lőni, nem. Ennél közelebb nem tudok lenni, Joe. Találjuk el. GTA-ból már meghaltál volna, csak hogy tud. Jó. Aha. Jókor szólsz, te is. Na, most már csak ő van. Na, Joe, innentől tiéd. Én rajta vagyok, csak találd el. Értem. Találd el. Na, bement. És nem tudtuk végigvinni a küldetést. You think it's over? Wrong, assholes. All right, there's two of them. If they split up, make sure you follow Clementi, not the other guy. I know how to drive, all right? Just be ready with the gun. Don't worry about that. Just follow Clementi. He's in a black limo. Hey, Joe, I got eyes too, you know? I'm back, that body, Vito. I'm trying, Joe. Get him, Joe, lőjed. There goes one of them. Nice job. Clemente's next. És én nem tudok lőni. Na, sikerült? That's the end of him. Can't be sure unless we check. Na? Biztos Ramész, Joe. Az igen. Now it's over. Let's go to my place. Elmegyünk Joe-hoz. You want a beer? Na, gyorsan ott vagyunk. Give me Eddie's number. I'll call. All right. Beszélj Eddie-vel. Jó, ez a ruha meg kéne tartani. This is Joe. It's done. Everything went smooth. No, it didn't. Why? Marty's dead. What? They got Marty. We left him there. Okay, what about Clementi? Done. All right. Hey, don't worry about the kid. Small price to pay. The main thing is... Small price? Come on now. That's my fucking friend you're talking about. Hey, Joe. Don't go taking it out on me. It was your idea. Nobody forced the kid to go. Yeah, I'm sorry, but shit happens, right? Come by the Falcon tomorrow to get your money. Yeah, whatever. The fuck you're sorry? All right, take it easy now. Hát igen. Right, calm down. Kis srác akart jönni. What do you think? You knew the risks. You too. Hey, this was a dangerous job. You took him along, he died. What, you think the war was any different? And Eddie didn't even know the kid, so don't blame him. You should go home. Na, Joe hazaküld minket. Just give me a minute to get changed. Áttöltözöm, azt megyek. I'm sorry, kid. I am so sorry. Hát igen, szegény srác. Nem volt esélye. Ja, nem akarok már csöngetni Joe-hoz, azt hittem még benn vagyok. Akkor így szépen hazamegyünk. Még Joe-nál legalább egy szendvicset ehettünk volna, hogy életerőnk visszajöjjön, de hát akkor így nem.
Minden igaz, itt van az autónk. Ó, ott itt más is. Aha, ezt kerestem. Na, menjünk haza. Erre megyünk. És otthon kiesszünk mindent a frizsiderből. Leelőzik a rendőrbácsit. Majd egyszer. Így-e. Gyönyörűen elfértünk a két autó között. Most már kivesszük a limitet. Persze! Hát persze! Érted, egyenesen megyek, ezek meg itt be akarnak fordulni balra. Még mit nem. Balos kanyar. Na ennyi már innen, rendőr. Elgázolom az összeset. Nem figyelnek oda, hogy hol közlekednek. Megjöttünk a Scarletta villába. A Simple Burgess is formációban. Gondolom majd feküdjek le aludni, de előbb hűtő. Most egy szendvicset adjál. Sürgősen, első körben, meg is van maximumra az élet. És akkor... Nem? Rossz szoba. Másik szoba. És alvás. Ezután kell is egyet aludni. Csöng a telefon már megint. Nem hiszem el, mindig erre ébredünk. Hallom, már hallom. Mi van? Hello? Yeah, is this a Vito? Who's asking? Name's Leon. I'm the bartender at the Lone Star. I'm ringing you because Joe Barbaro gave me your number. Says he's a friend of yours. Yeah. What about him? Well, old Joe been guzzling my top shelf hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty, and now he been just gone plain salty on me. Joe, úgy látom, hogy Pepi át rendesen. He all waving his gun around and shit, and we can't talk no sense to him. Joe-ér, úgy látom. Great. Now look. I ain't looking for no trouble with you fellas. Could you please come pick his drunk ass up before he shoots somebody or somebody calls the police? Persze, hozom. You got to come on down here and pick his ass up. You coming or not? All right, I'll be right there. And hey, don't give him any more booze till I get there. I'ma try, but your friend, he ain't gonna be down with that. You dig? Hey, if you don't cut him off right now, I'm gonna cut you off when I get there. Got it? Alright, man, alright. Just hurry. Alright, how many people are in the bar right now? Just me now. Joint was jumping about an hour ago, but now everybody done gone and split. Alright, listen. Lock the place up till I get there. I'll be there in a minute. Okay. Perc is ott vagyok. Jó, de addig felöltözök. Így még se lehet menni. Casual suit jó lesz, ha már mosásból visszajött. Kocsim itt áll, még nagyszerű. Ha Joe rosszul van, akkor nincs akadály azon, hogy könnyítsen magán. Hát igen, Joe most siratja Mártit.
Nézd meg, hogy vezetnek itt ebben a városban. És még egy rendőr is be akar szólni. Megpróbáljuk lerázni a bárik. És igen. Ez sikerült. Na. Itt vagyunk. Kop, kop. Vito, you here? Itt a öcsém. Over in the corner there. Now look, I tried to cut him off, but the motherfucker was gonna air my ass out if I did. Okay, lock that door. Just give me a minute. Had a couple, huh? How you feeling? Vito, about time you showed up. Everybody went home already. Gee, Joe, I wonder why. Oh. Yeah, right. You drive here? Nah, I took a cab. I wouldn't park my car in this neighborhood. All right, finish your drink and let's go. You fellas about to leave? Marty, I'll let you out. Here's to you, kid. You went out like a man. Shit, now where'd I put my keys? I'm so sorry, kid. This never should have happened. Never should have happened. Oh, jeez! Ooh! Ah, shit. Azt rohadt. Hát, ez hiba volt. You're just what? Shut your fucking mouth and get your drunk ass outside. Alright, I'm gone. Hiha, és mi lesz a kocsmással? Kocsijába el kéne vinni. De rakjuk bele a kocsiba. Az igen. Hát szegény. És vigyem haza Joe-t ezzel a kocsival. Az igen. Istenem, hogy nem bírtok itt. Nem látjátok, hogy jövök ki a parkolóból. És valami indián autó, úgy látom. Miért akar letartóztatni? Ez az autó viszont nem olyan gyors. Nem tartóztathatsz le, épp úton vagyok. Ezt a manővert nem tudjátok követni. De ez már két csillag. De nem baj, így leráztuk. Nagyon jó. Jó szembe jövő sávban a rendőr. Nem látja, hogy gyors hajtok. És megint kikressel a cucc. Na, erre akkor kitalálunk valamit. Még már a küldetés végén vagyunk, igencsak. Úgyhogy erre kitalálunk egy olyat, hogy... ne jelenjen meg a Steam ilyenkor. Na. Megpróbáljuk így, és remélhetőleg már csak Joe hazavitele marad.
bízunk benne. És folytatjuk a sztorit ismét. Igen, el kell húzni a holttestet. Már húzzuk is. Azaz Joe, nyisd az ajtót. Szevasz öreg. Öregnek nem nagyon tűnt fel, hogy itt húzunk épp egy hullát magunk után. De téblából. Legalább az ajtót kinyithatnád, öcsém. Na, vigyük haza Joe-t. Az igen. Bot, a legjobb helyre tudtál állni. Na, legalább most nem üldöz a rendőr. Mi ez a rengeteg rendőr most? Itt mögöttem három darab is volt. Most már csak kettő, de le akarnak tartóztatni. Wow. Úgy látom, ezt az üldözést nem lehet elkerül. Micsoda erőszakos egy rendőr ez. Na vigyázz, már éppen balra kanyarodnék. Megismételjük ezt a hatalmas manővert, ez nem kell ide. Ó, nem rázódik le ettől a rendőr. Nézd meg, és ki akar lökni? Joe, most bezzeg, nincs nálad a pisztolyod, hogy hátra lőni egyet-kettőt. Még megtól a rendőrautó, még így gyorsabb is vagyok. Na, igen. Ütköztetni kéne valahogy ezt a rendőrautót. Ez az. Na, így leráztuk most, úgy tűnik. Lehet, hogy egy kicsit megpattantunk itt egy-két autón, de ez most muszáj volt. Itt is van kettő darab rendőr. De ezek most nem törődnek velünk, rejtélyesoknál fogva. Ami most nem baj, csak érdekes. Na. Megy a rendőr, mi meg itt bemegyünk balra. Persze, te még gyere nekünk, ez kell. Itt kettőtök közt én átvágok. És akkor Joe-t hazahoztuk. Call me tomorrow, okay? Na, holttestet el kell rendezzük valahogy. Legyek diszkrét. Hát, meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Gondolom, a bajukba be tudjuk temetni, ahol voltunk már egyszer. Valahol ott a temetőben. Szegény kocsma tulajdonos. Nem tett semmi rosszat mégis. Joe sajnos túl jól célzott, még úgy is, hogy nem célzott egyáltalán. Csak lőtt egyet. Mégis tökéletes volt az irányzék. Fegyverboltban még nem is voltunk a küldetés óta, ami odavitt. Még nem ártana majd egy-két töltényt venni legalább a jobb fegyverekhez. Ó, hogy ide hozzuk a... Aha. Ülj, vagy az autót fogják teljesen összeroncsolni, és úgy. Hát azt is el tudom ki. Aha.
Aha, gondoltam. Hát ez az autó, ez el fog pusztulni. Use the crusher. És go home. Ne vagy egy autót, amivel hazamegyek. Mondjuk ez a libafos zöld, ez tökéletes lesz. Négy részből áll az árja. Nagyszerű. Pörögjenek fel a ló. A lóerők. Ez mind. És akkor hazamegyünk. És ha minden igaz ezzel, ez a chapter is befejeződik. De ez nem zebra, még mindig. A rendőr mindig rossz helyen van. Ahol csalni akarnék egy kicsit az útvonalban, mindig ott van. Rendőr mögött csak óvatosan. Gyönyörű, szabályos előzés, mutatunk be. Limit már nem kell. És mindjárt hazaérünk, ha a taxis nem jön belénk. Pont elfértünk a két autó között. Nem. Dudáljátok. Én is tudok dudálni. Jézusom, ennek milyen dudája van. Jézus úristen. Itt jók leszünk. Na. Fussunk haza. Jó! Keressük meg az ágyat és aludjunk egy nagyot. És így ért véget a 10-es chapter. A 11-es chapter fog következni. A Friend of Ours. Most pedig csöngetnek. Who the hell is that? Ki kell majd nyitnunk az ajtót. Viszont most itt fogjuk abba hagyni, a 10-es chaptert is befejeztük, ez a 11-esnek az eleje. Köszönöm szépen mindenkinek, aki nézett, további szép napot, szép estét kívánok mindenkinek, legközelebb találkozunk, sziasztok!